sportszervezetek, természetvédők, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek. A Sátoraljaújhelyben tevékenykedő valamennyi civil szerveződés meghívást kapott arra az egyeztető tárgyalásra, amelyet Szamosvölgyi Péter polgármester kezdeményezett. Az önkormányzat azért hívta meg a civileket, hogy tájékozódjanak az idei programtervekről, nyertes pályázatokról, társadalmi céljaikról. Igenis odafigyel a önkormányzat nem csak a Franeke társaság munkájára, hanem a városban tevékenykedő valamennyi civil szervezet, egyesület munkájára. A városban aktív a civil élet, ami sokszor segíti az önkormányzat munkáját, a város pedig rendszeresen támogatja az önszerveződő közösségeket. Ez a korábbi években pályázatok útján történt, célzott összegek odaítélésével. Idén a város szoros költségvetése miatt erre nem lesz lehetőség, de egyéb nem pénzbeli támogatásra még mindig kész a város, hangsúlyozta a polgármester. A humán háttérben, logisztikában, marketingben, figyelemfölhívásban, hiszen vannak embereink itt a polgármesteri hivatalban, a művelődési központban is, akik szakmaiból kifolyólag erre képesek és készek is. Mi magunk, én magam is természetesen oda teszem magam ezeknél a rendezvényeknél. Hozzá kell tennem azonban, hogy kis mértékben anyagi támogatásra is van lehetőség. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sátoraljaújhelyi szervezete a civilek között elsőként vállalt részt a városi intézmények támogatásában. A szolgálat ma is aktívan segíti a szociális intézményeket, az iskolákat és működteti a hajléktalanok átmeneti otthonát. Ahol csak tudunk, mindenütt segítünk, és összehozzuk közvetlenül a segítőket, tehát a német segítőket, a megfelelő önkormányzati vagy egyéb szervekkel, hogy akár az iskolákban, akár az öregek otthonával, egyébekkel közvetlen kapcsolat legyen, mert az az igazi. A találkozó egyben alkalmat adott arra is, hogy az egymás mellett tevékenykedő civilek megismerjék a többiek munkáját, programjaikat, és az ezévi terveket.